house there. God, I hope this works. So many people are counting on me. Let's try this. System initializing. Stand by. Stand by. Software version 3.784. System online. Thank you.
no more. I can't get enough of you, but I can't take this no more. I wanna let you know till the end of the night. Szevasztok, jó reggelt! A mai kis csoportos foglalkozás megnyitom, hello, hello, és üdvözlet neked Kasimoto, Metagrim, Petya, Devlalul és Bendi, jó reggelt kívánok, Metagrim, szevasz, és hát Stumme természetesen jó reggelt kívánok, Ogabi, tiszteletem, Turai, szevasz, és jó reggelt mindenkinek, aki véletlenül ide téved, Hixun, jó reggelt, hello, hello, és Petya! 23...
Le kéne ezt venni, komolyan mondom, le kéne ezt venni. Na, szóval a lényeg, hogy 6-kor ébredtem, amiről ugye az imént számoltam be, és most hála az égnek az ébresztő órának köszönhetően sikerült ébredni, és nem pedig a macskák zavartak fel. Jó reggelt kívánok! Hello Geekpa, szevasz Beler, és üdvözlet neked is, kedves Refri, szevasztok, és köszöntelek benneteket, nagyon nagy szeretettel, már lurkolni se lehet nyugodtan, így van, pontosan. A helyzet az, hogy nálam mindig meg van nyitva a nézőlista. Hát ennyire egyszerű. És tünde szemem az mindent lát. Na, lényeg, hogy tegnap nagy nap volt, ebben most nem merülök bele, hogy miért, minden esetre aki tudja, tudja, aki nem, nem. Siker. Ennyi a lényeg. Aseko, jó reggelt kívánok, hello, és üdvözlet mindenkinek, kellemes ébredezést. Hogy egy picikét elhintsek egy-két információ morzsát, készülnek az emotikonok, és este nem tudom, hogy mivel fogok játszani. Tehát a szokásos állapot lehet, hogy GTA lesz, farmolunk egy picikét a továbbiakban, de az is lehet, hogy rámegyünk egy picit az Escape from Tarkovra megint, nem tudom, valami lesz, ez szinte majdnem, hogy biztos. Az is lehet, hogy PUBG-zek egyet, most ezt még ne kérjétek tőlem, hogy ezt most így hirtelen megállapítsam, de a nap során gondolkozni fogok róla, és valami lesz, ez biztos. Na, figyeljetek. Helyzet a következő, ami történt az utóbbi napokban, az legfőképpen egy új PUBG update, kijött egy új pálya. Igen, Metal Gear, pontosan. Volt refri, volt méghozzá hétfőn volt elvileg. Én nagyon élveztem, de hát nyilván a kódnak megvan az a csodálatos varázsa, hogy közben meglehetősen nehezen lehet kommunikálni a nézőkkel, hát ez egy ilyen szituáció. Szevasz Zsolti! Figyelj Zsolti, ma este jönné PUBG-zni? Kérdés. Jönni le vagy sem? Ha már itt vagy, akkor megkérdezlek, mert akkor lehet, hogy pörgethetnénk egy-két kört. Ha mondjuk úgy alakul. Szevasz kis Luxi, jó reggelt kívánok. Olyan jó, amikor vizsgára információ, hogy szerint 20 tétel van, de bemész és kihúzod a 21-es. Figyelj, én egyszer csináltam azt, hogy vizsga közben, tudod, ilyen... Várjál, hogy volt? Ilyen műanyag zacskóba voltak benne a tételek, és így gyorsan megnéztem, és így visszadobtam. És mondtam, hogy hát a tételem a következő, és hát nyilván nem azt mondtam be, ami ugye rajta volt a papíron, és akkor jaj, de hát nem láttuk, hát húzzon még egyet. Jó, hát de akkor már ugye nagy esélyem volt arra, hogy egy olyat húzok ki, ami nem az, amit nem tanultam meg, úgyhogy ezek ilyen apró tippek, trükkök, úgyhogy elsajátításra alkalmas. Na, szóval jött ez a PUBG update, de nem tudom, én így elkezdtem filozofálni erről az egészről, tehát hogy milyen úton halad ez a játék, és hogy merre felé tart, és nem tudom, vannak kétségeim, hogy úgy mondjam. Meglehetősen nagy kétségeim vannak, és így elkezdtem összehasonlítgatni, mert az ember agya ugye így működik, hogy elkezd összehasonlítgatni, és hát mivel hasonlíthattam volna össze mással, mint a Fortnite-tal, és valahogy azt tapasztalom, hogy ezek a Battle Royale játékok valahogy nem tudom, egyrészt a Fortnite-ról ugye tudni érdemes, hogy ugye ingyenes, ezt tudták nagyon jó, hogy ez működni fog. Na most innentől kezdve pedig ugye egyetlen egy kérdés vetődik fel, ugye az pedig len az, hogy vajon milyen olyan új eventeket, meg olyan újításokat lehet betenni, amik működőképesek, és valahogy azt látom, hogy így igen, így dolgoznak rajta, de valahogy ez már nem az. Én emlékszem, amikor legelején játszottam a játékba, beugrottam egy házba, és akkor próbáltam felszedni mindenféle fegyvert, és az első körök alkalmával megtapasztalható volt az a fajta adrenalin löket, hogy most Jézusom, hol van az elemi, meg minden, és valahogy ez már nem az. Valahogy ez nem igazán van meg. Egységesen rosszul út mindenhol, mert ezen nem csodálkozok. Meg ezt a sok ballépést, amit elkövettek az utóbbi időbe, az valami borzalmas. Tehát tényleg, oké, Anazriel, nyugtáztam, rendítsek, akkor valami más lesz. Mondom, lehet, hogy akkor farmolok tovább GTA-ban, de majd ezt majd mi meglátom. Szóval valahogy ez szerintem Fortnite-nak sikerült, a PUBG-nek valahogy nem. Néztem ezt az új pályát is, körülbelül az az érzésem, mintha egy kis Miramárt kaptunk volna. Na mindegy, hát megnézzük, lehet, hogy jó lesz. Ezt majd még nem tudom, majd szombaton eldöntjük. És elvileg jön a Code Battle Royale. Figyelj, már minden jön. Elvileg, meg főleg minden jön. Nem tudom. De figyeljetek, egy nagyon fontos dolog, ha láttatok már olyan trailer, nem, ilyet nem láttatok. Tehát az biztos. Srácok, figyeljetek, megtaláltam az évszázad legszürreálisabb trailerét. Ezt most komolyan mondom nektek, várjátok, szerintem én ezt meg is mutatom. Ez
az évszázad legszürreálisabb játéktrélere, tehát még mielőtt esetleg filmre gondoltok, nem, ez egy játék lesz, és ezt tudjátok jó, hogy szoktam játszani mindenféle baromságot, amit így megtalálok, és hát a minap botlottam bele a Deer Simulator nevezetű játékba. Ugye már nagyon sokféle ilyen szimulátor jellegű játékot láthattunk, már ilyen volt ugye az Untitled Goose Game, ilyen volt a Goose, várjál, mi volt az? Nem, a Goat Simulator, igen, nincsen szünet a suliban, úgyhogy nincsen. Hát bárcsak, ugye, bárcsak az lenne, ahogy Kasimoto is mondja. De amúgy ott volt a Goat Simulator, na de ez nem az. Ez nem az. Figyeljetek, várj, én ezt megmutatom, ezt muszáj. Először is mutatnám az első képet, ami fölkeltette az érdeklődésemet a játékkal kapcsolatban, és emészgessétek. Egy pillanat, figyelj. Tehát ezt így nézzétek meg. Na várj, visszamegyek az előző képre. Na, ez így mennyire? Nem tudom, hogy mi ez a világító szemű koala például. Tehát, hogy... Várjál, és ezek csak a képek, tehát félreértés ne esik, ezek csak a képek. Hát, na, szóval, hogy így... Na, szóval, hogy így... Ja. Na, de ez még csak hagyján, várjál, mert... Az Holzier, hogy fogom játszani ezt a játékot. Tehát ez megvételre alkalmas és ildomos. Na de most figyeljetek, mert ezek a képek, ezek még csak a biztató kezdetek voltak. Ez volt a biztató kezdet. Most jön maga a trailer. Várjál. A zenét azt kinyomom, hogy meg ne zavarjon minket az élmény befogadásában. Egy pillanat, figyelj. Már jó kezdődik. Tehát mind a pókember gyakorlatilag. Zseni. Hát főszerepben a szarvas. Szevasz, Ozis Project, jó reggel. Metal Grimm, ez egy olyan játék, amivel játszani fogunk. Most figyelj! Tehát mint egy akciótréler, érted? Tehát a képernyőn gyakorlatilag... Tehát... Nincs egy olyan képsor, amit tudnék értelmezni. Tehát, hogy... Mire megy ki a játék? Mi a célja? Hát mint egy Transformers, nézd meg. Ó. Oh. Zseni. Hát mindenképpen meg fogom venni és játszunk vele. Tehát ó, köszi a követést! Hát micsoda név, megáll az agyam! Szevasz! Anyád. Szóval, hogy... Hát léteznek ilyen formakincsek. Ezt mindenképpen játszani kell, ez Hozier. Mocskos Tróger, nagyon szépen köszönöm a követést, hát üdvözöllek nagyon nagy szeretettel. Hát micsoda név, hát megáll az eszem. Na várj, egy kis muzsikát tolunk így a háttérbe, hogy... Valami azért menjem. Na, szóval a lényeg, hogy ezt a játékot mindenképpen fogom pörgetni, ez megvételre alkalmas. Már ment is a wishlistre, nálam már ott van, úgyhogy ez teljesen fix, hogy ez menni fog. Még valami, nemrégiben elkezdtem nézni a Draculát Netflixen. Ajánlom, határozottan. Az első rész egy kicsikét olyan, hát olykor vicces, meg furcsa is, de bízzatok bennem, jó lesz. Jó lesz, higgyétek el. Most már egy olyan 3-4 részt láttam, most ezt nem tudom pontosan, hogy 3-at vagy 4-et, lényegtelen is, de jó, jó, jó. Ti említettétek még valamikor régebben a csete, hogy érdemes elkezdeni nézni.
Na, azt mondja, hogy nem tudom, nem tudom, Bondár Károly, gőzöm nincsen, de fix, hogy benni fog. Nézd meg a jút, csak igen, azt is mondtátok már Devlalú, de az a baj, hogy roppant kevés időm van ezeket nézegetni, és hogyha van, akkor szeretnék már végére jutni, ugye például a Draculának, meg a Witchert is nagy nehezen sikerült ugye bevégezni. Pitagórasz, jó estét, kellemes délután, szép estét, szevasz. Szóval meg kell válogatni azt, hogy mit néz az ember, és ja, még valami tényleg, ugye a Kakarotról még nem is beszéltem, tehát a Dragon Ball Kakarotról még mielőtt esetleg valaki félreért valamit, szevasz, vigyel jó reggelt. Ez is jön, vasárnap fog pörögni 5 órától, elvileg már elő van rendelve, preloadolva van, tehát de hallottam valami is, hogy jön hozzá valami két elmebeteg nagy patch, ami hát nem tudom, hogy mit tartalmazhat, ezt ugye senki nem tudja eredetileg. Edebede bácsi, jó reggelt kívánok, szevasz! Nekem is tetszett a Dracula, azonban kicsit furának találtam, hogy 1897-ben a budapesti kolostor nővérei elég széles skálán mozogtak. Hát igen, igen, jogos, de igazából érted, ez most olyan, hogy manapság már ezekben a filmekben, amik mostanában jelennek, meg kötelező egy bizonyos felállás. Hát ez van, ez van. A másik, meg hogy egy dolgot én se értek ezzel a sorozattal kapcsolatban, tehát ugye Dracula nyilván egy férfiúi egyed, aki nagyon sok esetben ugye férfiak vérét szipókázza kifelé, szevasz Szenti Görgy, jó reggel, és nem értem azt, hogy vajon miért kell női testbe bújni, hogy aztán aktust létesítsen ezekkel az áldozatokkal. Tehát így ez a része meglehetősen fura, aztán belegondoltam abba, hogy gyakorlatilag erotikai szex nélkül egyszerűen nem lehet eladni sorozatot manapság, úgyhogy egyből választ találtam erre a felvetésemre, illetve erre a kérdésre, úgyhogy hát megvan. Na, de ezt leszámítva tényleg iszonyatosan jó a sorozat, nézzétek ti is. Szerintem tényleg rendben van. Két részt adjatok neki, hogyha akkor se tetszik, akkor felejtsétek el a csodába, viszont ha bejön, akkor lessétek tovább. Na, szóval Dragon Ball Kakarot. A helyzet az, hogy vasárnap fog pörögni 5 órától, és hát nem tudom, Dragon Ball-al én egy kicsikét érdekesen vagyok, mert amikor az ment itt Magyarországon, akkor mindig az volt, hogy én egy kicsikét későn értem haza a suliból. Robex, köszönöm szépen nagyon a követést. Későn értem haza, és ebből kifolyólag nem tudtam nézni. Talán gimnazista lehettem, vagy még általános iskolás, ezt most a fene se tudja, minden esetre az biztos, hogy mindig úgy sikerült hazaérkezni, hogy már éppen vége volt. Tehát így nem tudtam közösebben elmerülni benne, de arra emlékszem, hogy elég nagy felháborodás volt a mesével kapcsolatban, hogy milyen agresszív, meg hogy milyen gyors, meg hogy pörög, meg hogy ifjabb sátán, meg ilyenek vannak benne, meg csupa agresszió az egész, és ez a gyermekek lelki világára milyen hatással van. Köszi az ajánlást, én 30 napos próbaidőszakon vagyok a Netflixen, lesz az több is, majd ne aggódj, de a Witcher sorozaton kívül nem keltette fel semmi az érdeklődésemet. Figyelj, a Netflix olyan szempontból imádom, hogy rengeteg nagyon-nagyon jó dokumentumfilm van fent. És megfigyeltem, hogy ezek a gyilkosos dokumentumfilmek, ezek meglehetősen túltengenek a Netflix ajánlatába, és jók. És jó, ott van például a Ted Bundy Tapes, ami megint csak egy iszonyatosan jó sorozat volt, akkor van egy... Várjál, mi volt annak a neve? I'm a Killer, az is egy ilyen témájú sorozat, valamint mi volt, amit még így nagyon szerettem rajta nézni? Hát persze nyilván ott van a Witcher is. Várjál, mi volt az? Mi volt az, ami annyira jó volt, és néztem minden... Ja igen! Igen, és azt most is nézem, és imádom. A Two Popes. Két pápa. Hát figyeljetek, én nem tudom, tehát ódákat tudnék zengeni róla, hogy mennyire jó. De ezt most viccen kívül, az megint egy másik kérdés, hogy én egyszerűen imádom, és egy hős, egy elképesztő figura Anthony Hopkins. Tehát szóval ez valami zseniális. Tehát, hogy ilyen módon tudják megközelíteni az egyházat, és hogy egyáltalán belemertek ugye fogni ebbe a témába, az meglehetősen dicséretre méltó. Stalin 00, köszi szépen a követést. Hello, és Márton, valamint Robex, neked is köszi. Szóval, hogy megközelítették ezt a témát, és megmerték közelíteni egyáltalán, és
figyeljetek, iszonyatosan jók a színészek is, tulajdonképpen ilyen karakterdráma, vagy nem is tudom, hogy hogyan lehetne ezt így leírni, de nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Tényleg, nekem tetszik, el is gondolkodtad, tehát hogyha arra vágysz egy nehéz nap után, hogy meglesz egy jó popcorn filmet, vagy egy jó sorozatot, amire nem kell annyira figyelni, akkor felejtsd el, tehát az biztos, hogy akkor felejtsd el, de hogyha szeretnél egy kicsikét gondolkozni, és egy hangyányit bár fiktíven, de mögé látni annak, hogy mi történik, mondjuk akár az egyház berkein belül, akkor mindenképpen érdemes szerintem megnézni. Aztán, hogy ebből mi igaz, most tudjátok, hogy van ez. De iszonyat jó. Úgyhogy tényleg ajánlom. A Peaky Blinders-t? Az nincs meg. Az nincs meg, azt nem néztem. Pápás sorozat már talomba van, az lesz a következő. Akkor gigpa, hajrá! Tényleg, iszonyat jó. Magyar szinkról le volt butítva, Piccolo az eredeti neve, ifjú sátán az nem tudom kinek a fejéből patta. Ja, hogy akkor ez egy ilyen magyar csodálatos fordítás, mint a Lord of War a fegyvernepper? Vagy valami hasonló? Ja, oké, benne van a pakliba sajnos. Jó, de hát akkor így állunk hozzá. Látod, ezt se tudtam, mert mondom, hogy annyira nem sikerült elmerülni benne, mert tényleg amikor hazaértem a suliból, akkor már rég vége volt. Na mindegy. Szóval visszatérve arra, hogy micsoda felháborodás övezte annak idején a Dragon Ball-t, amikor megjelent. Szevasz, Csigusz, jó estét, kellemes reggelt és szép délután. Arra így emlékszem, és valahogy nem tudom, tehát felháborodás rendben van, de ilyenkor én azt nem értettem, hogy akkor miért ültetik oda a gyereket? Érted? Tehát hogyha azt gondolják, hogy ez egy olyan sorozat, ami az ördögtől való és borzasztó pusztításokat végez a gyermeki pszichében, akkor miért ülteti oda? Miért engedi nézni? És akkoriban, amikor ez még ment, akkor azért nem volt annyira szokványos az, hogy a gyerkőc előkapja a zsebéből, érted, a tabletet, és akkor beírja, amit szeretne, és akkor elkezdi nézni. Érted? Tehát nem volt ez ennyire hétköznapi. Most már nyilván ilyen szempontból azért más világban, de emlékszem, hogy volt egyfajta felháborodás. Erre biztos, hogy ti is emlékeztek, nem? Összességében, ahogy így elkezdtem erről gondolkozni, és ez talán mai témának akár megfelelő is lehetne, az az, hogy a mesék, mint olyanok, azok elkezdtek így az idő előre haladtával egyre gyorsabbak, pörgősebbek és agresszívabbak is lenni. Mert még mindig könnyebb volt, mint harcolni vele? Mármint mi? Ja, hogy ezzel a dolog? Ozis Project, régen minden jobb volt, a gyerekek nem Fortnite-oztak, nem szüzeket áldoztak, mint mi normális lurkok. Igen, lehetne ezt mondani, de nem. Tehát valójában nem. Ugyanazok a szarságok megvoltak régen is, megvannak ma is, csak más formában. Amivel még talán ki lehetne egészíteni, az az, hogy manapság gyorsabban történnek a dolgok. Benis Kul, köszi a követést, üdvít. Én Párizsban laktam, amikor Dragon Ball-ra találkoztam, így 2 éves előnyben voltam az itthoni nézőkkel szemben, profétaként tiszteltek az osztálytársak. Jézusom, hát akkor te voltál helyi kemény legény, aki tudta, hogy mi fog történni a következő összecsapás során. Hát elképesztő, igen, elképesztő. Lehet eredeti japán hanggal is játszani, ahogy 36 évvel ezelőtt először képernyőre került. Na figyelj, az mondjuk el tudom képzelni, hogy mennyire jó lehet, hogy mondjuk elindítom eredeti japán hanggal, és akkor... Én tudtam, hogy ezt nem szabad berakni. Ezt a face maskes dolgot, ezt tudtam jól. Tehát ezt azonnal sürgősen távolítsa. Még csak kicselezni is nehezen tudom. Ozis Project, nagyon szépen köszönöm a Szenti Görnek ajándékozott 33. előfizetésedet, úgyhogy köszi szépen nagyon, uram. Köszi. Hát, de jó tetted. Köszönöm szépen nagyon. Ha a Dragon Ballon kiakadtak, akkor a magyar népmeséken miért nem? Tele volt rejtett szexuális utalásokkal. De jó, de hát azért azok sokkal finomabbak voltak. Bárhogy is nézem, azok sokkal finomabbak voltak, és hát jó lesőbbek. Vagy nem is tudom igazából. Nem tudom, de tényleg ezt vettem észre, hogy a mesék egyre agresszívebbek, és hát nem tudom, tehát a világ is egyre agresszívabb lenne. Én ezt nem gondolom. Egyszer nem gondolom. Gőzöm nincsen. Na várjál, de mit linkeltél nekünk, Anazriel? Várjál, mindjárt megsasolom. Nem voltam sosem mesés, aztán az előző rejtett
Gondoltam, Mátyás, ha már ölt. Aha, jó. Na, gyakorlatilag ilyenkor így megmegyek, amikor hallok egy ilyen hanglejtésű figurát, aki nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy a magyar népmesében, és millió egy ilyen YouTube videó van, Kaktusz Márk, köszönöm szépen, nagyon a 8. Tényleg kikapcsolom. Ezt komolyan mondom, tényleg ki fogom ezt kapcsolni. Nagyon szépen köszönöm a 8. hónapot. Köszi. 8 csodás hónap, ahol árad a kultúra, folyik a szötymölde, gyűlik a kisötös és indokolatlan néha az UFO pornó. Köszönöm szépen, nagyon Kaktusz Márk. Köszi szépen. És a jó Isten áldjon meg téged, meg a Bozsoki Szűzanya. Köszi szépen. Na szóval ott tartottunk, hogy változnak a mesék, minden változik. És nem tudom, például ugye minden egyes ilyen tartalomnak van valamiféle fajta korhatár besorolása, ugye? Na, van olyan, szevasziszékeny, van olyan, aki ezt mondjuk nézi közöttetek? Vagy akár szülőként nézi közöttetek a korhatár besorolást, mint olyan? Na szóval ezzel kapcsolatban nyilatkozzatok, erre rohadtul kíváncsi lennék. Tehát, hogy mit tudom, én láttok egy mesét, aminél ott van, hogy Peggy, mit tudom én, 18, és akkor azt már nem adjátok oda nekik, vagy nem vetítitek le. Vagy ugye egyáltalán szerintetek az emberek nézik ezeket a korhatárbesorolásokat? Mert ezt tudom nagyon jó, hogy nagyon sokan használnak ilyen szülői védelem, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy szarul használják, lehet, hogy nem működőképes, de lehet, hogy valamit elkövetnek az ügy érdekébe. Nem tudom. De hogy ezeket szerintetek nézi valaki? Tájékoztató jelleggel megnézem a besorolást, de utána belenézek, és én döntöm el, hogy nézheti a gyerek. Aha! Ja, mondjuk ez lehet, hogy egy jó hozzáállás, nem tudom, hogy minden esetben az-e, nekem gőzöm nincsen, őszintén nem tudom. Fölösleges szerintem 12 éves besorolásos filmnél is úgy beszélnek, mint egy 18 pluszba. Igen? Már a mesékben is csúnyán beszélnek. Igen? Na de várj, ez melyik mesénél értettetten? Szerintem rám már egyik se érve. Ja, hát jó, persze, nyilván, majd arról is beszélünk, hogy a felnőtteknek milyen mesék jók. Én nem egyszer kapcsoltam el a mesét, ha olyan... Aha. Ja, amúgy igen. Nem tudod, alapvetően mi lehet a meséknek a funkciója? Vajon mi a mesék funkciója? Hogyha most ebbe így elkezdek gondolkozni, akkor valószínűleg azt sikerülne így kigondolni, hogy a gyerkőcöket ugye az életre neveli. Vagy megtanulnak egy-két olyan alapvető morális kódot, amire szükség van, hogy ne bántsák mondjuk embertársaikat, hogy ne köpje le a szomszéd Pistikét, hogyha mondjuk éppen úgy érzi, hogy erre van ingerenciája, vagy hogy ne másszon bele emberek arcába, vagy hogy a jó majd elnyeri méltó jutalmát, a gonosz meg a büntetését, ami hát, mint tudjuk, ugye a világra nem feltétlenül vonatkozik, tehát nem feltétlenül egy helytálló szituáció. Én ugye most eladóként dolgozok, írja Ozis Project, és amikor 9 éves fiúcska bejön, hogy GTA-t akar venni, és a szülő azt se tudja, hogy mit vesz meg neki, és mi elmondjuk, hogy miről is szól az adott játék, akkor szoktak fennakadni a szemöldök. Hát persze. Hát jó, hogy. Most azért úgy megnézném, hogy például a GTA, mint olyan, azt hány gyerkőc játsza úgy, hogy nem esik bele abba a besorolásba, amiben éppen úgy van ez a játék. Tehát erre rohadtul kíváncsi lennék. Nem tudom, hogy erről csinálnak-e felmérést például. Gyanítom, hogy nem. Én olvastam olyan cikket is, ahol állítólag SpongeBob felnőtteknek szól. Felnőtteknek? Hát mondjuk nem tudom. Tehát azért meglehetősen debil egy mese, az biztos. Én akkor kerültem szembe először a SpongeBobbal, amikor ilyen hajnalba aludtam el nyáron, még ez nagyon régen volt. És mit tudom én, ilyen 4-5 óra környékén, mert mondjuk melóztam, vagy akármi, és befeküdtem az ágyba, és akkor kell valami, amire elalszom, és akkor ment a SpongeBob a Comedy Centralon, vagy nem tudom. Akkor láttam először, és akkor már éreztem, hogy ez például elaludni baromi jó lesz. Szevasz, Buster, jó reggelt kívánok! Már azon megrökönyödtem, hogy pici lányok is verekednek, lásd Pindur-Pandurok. Igen. Mert valójában belegondolsz, akkor meglehetősen agresszív a történet, mert mindig van valami konfliktus helyzet, és akkor előáll egy probléma, és azt általában úgy oldják meg, hogy oda mennek, mindenkit legépelnek a genyába, aztán csókolom anyát, teca.
Egy jó Dexter laboratóriuma, vagy Ed és Eddie, Hódító Hódok, Hey Arnold, Rocco, Modern életet. Na most a Hódító Hódok azért az a szívemben mindig. Egy külön helyet képez, mert imádom. Tehát az valami zseniális volt, de arra sem mondanám, hogy például nagyon pici gyerkőcöknek megfelelő mese, mert egyáltalán nem. Tehát inkább valahogy hát így pubertáskorban, vagy felnőtteknek, tehát az úgy szerintem sokkal inkább célba ér az a mese. Én láttam egy magyar népmesét, aminek az volt a tanulsága, hogy nem élhet mindenki boldogan, ami meg nem hal, csak néztem, de igaz. Hát figyelj, igen, mert vannak olyan mesék is, amik így gyakorlatilag egy nézi szegény gyerkőc, az jól arcú csapja, hogy hát nehogy, ne legyél már te annyira boldog. Hát mit akarsz te boldog lenni? Annyi boldog ember, mert nem lehet mindenki boldog. Hát csodálatos tényleg. Édes Istenem. Na szóval a mesék funkciója ez valami ilyesmi lehet, hogy egy picit megtanítja a gyerkőcöket erre-arra. Továbbá talán még növeli tulajdonképpen a fantáziája egy picikét jobb lesz a gyerkőcöknek. Sőt, olvastam egyszer még régebben egy olyan kísérletet, ami arról szólt, hogy a gyerkőcök, akiknek mondjuk olvasnak, és nem vizuálisan néznek mondjuk valami mesét, akiknek olvasnak, azoknak a kreativitása, meg a fantáziája sokkal jobb lesz. És ebbe, ha belegondoltok, azért van valami. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ne így legyen. Nem tudom. Meg ugye nyilván az sem mindegy, hogy milyen formában kapja meg a mesét. Tehát, hogy felolvassuk neki, vagy leültetjük a tévé elé, nézze a mesefilmet, esetleg egyedül nézi, vagy együtt nézi a szülővel. Ez is amúgy kérdéseket vet fel. Tehát, hogyha mondjuk ott van vele a szülő, akkor van kihez fordulni a kérdéseivel. Mert biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan dolog, amit a mese során mondjuk egy kisebb gyerkőc nem ért. Teljesen normális. És a mesékről. Az a baj, hogy mindig a legfiatalabb hercegé a jó nő, meg a fele királyság. Nekem két öcsém van, mi jut nekem? Hát jogos. Ez egy hatalmas nagy morális dilemma lehetett annak idején nálad, Vigyen, hogy akkor most ezt meg kellett érteni, hogy nagy valószínűsége nem tér lesz a legfiatalabb, a király kisasszony. Hát Nehéz szituáció, bár szerintem most már kidolgoztad azokat a konfliktus kezelési mechanizmusokat, amiket bevetve gyakorlatilag át tudsz evickélni ezen a probléma halmazon. Na várjál, valaki végre Vekerdit említi, de jó. Csigusz, ezt Vekerdi Tamás szerintem nagyon jól elmagyarázta, amikor mesélsz a gyereknek, és nem képi világot kap, akkor ő képzeli el a történetet, ő alkotja meg a fejébe, ráadásul a felolvasás során egyből adott a kontakt szülő és a gyerek között. Aha, igen. Szerintem igen. Abszolút. De figyeljetek, én azt gondolom összességében véve, hogy a mesék azok jók. Tehát ilyen szempontból hatásosak lehetnek és elérik a funkciójukat, viszont az biztos, hogy lényegesen többen vitatkoznak az utóbbi időben arról, hogy tehát már azon, hogy szabad-e mesét olvasni a gyerkőcöknek, hiszen a mesék azok lehetnek félelemkeltőek, kegyetlenek, brutálisak. Hát most gondoljatok csak bele a Grimm mesékbe. Tehát a Grimm mesékbe, vagy akár a Jancsi és Juliskába, vagy a Hófehérkébe, vagy néhány Andersen mesébe. Hát szóval olyan mérhetetlen brutalitás sokszor, meg olyan durva dolgok, hogyha így elképzeled. Sőt, nemrégiben jött egy trailer méghozzá melyik mesével kapcsolatban? Melyik volt az? FVL-kon, köszönöm szépen a követés, valamint Kende, neked is köszi. Valamelyik mese, de most ez nem jut eszembe, hogy melyik. Nem a Ludas Matyi volt az biztos, de jönni fog azt hiszem, hogy a Netflixen, vagy az HBO-on, ezt most nem tudom pontosan, de valamelyik mese, amit felnőttek számára alkalmas formában jelentetnek meg, és nem tudom, hogy melyik. Nem tudom, hogy melyik. Nem tudjátok? Biztos, hogy tudjátok, mert valami irdatlan jó trélere volt. És néztem, és tényleg azért meglehetősen hátborzongató. Jó reggelt, Szakszó. Szia. Értitek, hogy mire gondolok? Melyik volt ez a mese? Biztos, hogy tudjátok, mert nagyon sokat cikkeztek a trélerről, hogy milyen jól sikerült, meg tényleg aki megnézi, összeszarja magát azon nyomban. De tényleg, ki...
Melyik mese volt? Ez nem jut eszembe, segítsetek már, legyetek oly kedvesek. Biztos tudjátok. Hát 1000%, hogy tudjátok, hát ne hagyjatok már cserben. Ne hagyjatok cserben. Na, nem tudjátok? Lehet, hogy valami Grimm mese volt, ezt most nem tudom pontosan. Mondj egy mesét, sorozat? Nem arra gondolok. Nem arra gondolok a mondj egy mesét. Az teljesen más. Az más. Nagyon figyelni kell szerintem arra, hogy amit mesélsz, mit vált ki a gyerközből. Attól, hogy 3 éves és nem kifinomulta jelez vissza, még láthatod, hogy amit mesélsz neki, az milyen hatással van. Abszolút. Ha sok neki, akkor keresel mást, hát vagy átalakítod a mesét. És akkor nem szakad meg a dolog. De hogy káros lenne a meseolvasás, az elég blödségnek hangzik. Abszolút, abszolút. De tényleg, ha vannak emberek, akik ezen vitatkoznak. De tényleg, olvastam. Nem tudom már mikor valami cikket ezzel kapcsolatban. Attól függetlenül meg megértem a bizonyos szempontból a felháborodást, mert tényleg azért néhány mese elég hardcore. Szevasz, Nefi, jó reggelt. Nem tudjátok, hogy melyik mese volt az? Ami most fog majd megjelenni. Valami tréler volt, ami tényleg ilyen beszaratos. Azt hiszem, hogy a Hófehérke talán. Lehet, hogy a Hófehérke. Most mit a fene tudja, nem tudom, ezt ti tudjátok. Na mindegy. Ugye nyilván ez az egész az a probléma, hogy relatíve kis, illetve fiatal korban még nem tudja külön választani a valóságot és a mesét. Ez teljesen egyértelmű. Nem a jégvarázs volt, de figyelj, hiszékeny, ha már a jégvarást említett, ha én még egyszer meghallom azt a legyen hó nótát, komolyan mondom, hogy rituális öngyilkosságot követek el. Tehát harakír lesz a javából. És még lehet, hogy közvetítem is. Tehát nem akarom még egyszer hallani a jégvarás, mert gyakorlatilag úgy érzem, mintha egy ilyen jégcsákánnyal vájnának hatalmas nagy lyukokat így a dobhártyám. A borzalmas. Köszönjük szépen, Loli. Köszi szépen, köszi. Idézd fel. Tépjél föl régi sebeket. Köszönöm szépen nagyon. Jancsi és Juliska lesz. Igen, Jancsi és Juliska lesz. Igen, ez Rényi 70. Pontosan az volt a Jancsi és Juliska. Az lesz a következő, nem a Sötét Kristály. Az átiratot? Hát annyi átiratot hallottunk már. Na ki lesz a szerencsés, aki TO-ba részesítünk, Ozis Project? Így visszagondolva azért Piroska és a Farkas elég hardcore cucc volt annak ide. Figyelj, igazából nem tudom, tehát megint ki fog derülni, hogy konzervatív vagyok, mert nekem a kisvakont. Tehát ha valamivel nem tudsz hibázni meseterén, és mondjuk ott van egy gyerkőc, ha valamivel nem tudsz hibázni, az a kisvakont. Valaki azt mondja, hogy unalmas. Én imádom. Tehát én szeretem ezeket a kis együgyű figurákat, akik így mennek, különböző, meglehetősen könnyen értelmezhető célok vezérlik őket, és akkor megpróbálnak helytállni ezekben a szituációkban, amiket ugye az élet támaszt eléjük. Hát a kisvakont pont ilyen. Sőt, és ebből a megfontolásból vannak macskáink is. Ugye, tehát amikor nézem őket, és így állnak egymás előtt, megy a fájtolás, és játszanak, és az egyik így két lábra áll, és akkor így ilyeneket csinál a mancsával, érted? A másik meg így nézi, hogy most akkor ő is föláll, és akkor így néha-néha oda csapnak egymásnak így. Tehát erre roppant együgyű állatok, ez biztos. De nekem ez tetszik, hát ez van. Az egyszerűségében rejlik a nagyszerűség. Elképzelhető, igen. Meg ott van az idióta nyúl is benne, aki hát nem tudom, ránézek, és azt gondolom, hogy hát nem tudom, hogy milyen univerzumból jött. Mekkora tenyerem van? Hát persze, hogy így természetesen. Tehát, és tudod miért van nektem? Mert sokat gyakoroltam. Na, szóval a lényeg, hogy az persze, hogy megvan hiszékeny, de az elé nem ültetném le egyik gyereket se. Azért az valószínűleg bizonyos. Szevasz, Mr. Shadam! Nincsen ezzel semmi gond, Metal Grimm, de ez egy érzéki csalódás. Tehát mutathatnám azt is, hogy ekkora ököl csapod a neked, csak hát ugye, hát na, bocsi, tehát na mindegy, nem akarom ilyen irányba elvinni az adást, de igen, a dobverőhöz kell a nagymarok, így van. Igen. Na mindegy. Hol tartottunk? Valahol ott tartottunk, hogy milyen mesék, meg hogyan. Meg nem tudják széjjel választani a valóságot, az is oké.
Figyeljetek, az utóbbi időben olyan helyzetben vagyok, hogy látok különböző meséket, és így elkezdtem gondolkozni azon, hogy valójában ezek a mesék rendben vannak-e. Hát nemrégiben volt alkalmam találkozni a Tomi mesékkel. Tomi mesék. Ez megvan valakinek? Szerintem a szülőknek megvan. Tuti fix. Gamerzone Pro, köszi a követést. A Tomi mesék. Van olyan köztetek, aki látta a Tomi meséket? Akár egy részt látott belőle. Azért mondom, hogy egy részt, mert az összes valami rettenet. De ezt komolyan mondom nektek. Nincsen meg a Tomi mesék? Valaki linkelje be a Tomi meséket, de komolyan. Figyeljetek, a Tomi mesék az YouTube-on megy. Jó? Tehát azért azt azért előre bocsátom, hogy ez nem hiszem, hogy a kereskedelmi televízió bármelyikén megtalálható, hála az égnek, de ha tévedek, akkor szóljatok. Ott van a Tomi mesék, így van. Ó, Gabi, köszi a linket. Igen, ezek a Tomi mesék. Na most képzeljétek el, alkalmam volt megnézni ebből egyet, a gyerkőccel, és ugye a szitu az volt, hogy Tomi sietett haza az iskolából, mert elhatározta, hogy kimegy játszani, vagy mit tudom, én nem tudom. És akkor, vagy elmegy valahova, és találkozott egy másik gyerkőccel, akinek roppant kócos volt a haja. Tomi hirtelen ötlettől vezérelve hazament egy fésűér. Hát a probléma megoldás az ugye megvolt benne. Hazament egy fésűér, hogy odaadja az előbb említett személynek. Na most ez meg is történt, átadta a fésűt, megfésülködött, és most kapaszkodjál, miután megfésülködött, azonnal elkezdett szelfizni. És ez volt a problémának ugye a megoldása, hogy hozta a fésűt, aminek köszönhetően a figura elkezdett szelfizni, és nagyon örült, hogy mennyi lájkot kap a képére. Na most ezt így emészgessük, jó? Ezt most így kezdjük el emészgetni. Na? Nektek erről őszintén mi a véleményetek? De tényleg. Mert szerintem gyakorlatilag ez az az igazi sűrű fos. Tehát már elnézést, így a kifejezésére megpróbáltam roppant érzékletesen átadni azt, amit én gondolok erről. A helyzet az, hogy ugye mire készteti ez a gyerkőcöket? De tényleg, tehát így belegondoltam ebbe, és így miközben néztük hármasba ezt a mesét, így egymásra néztünk így a párommal, hogy ez micsoda. Elő vannak nevelve a népbutításra és a képmutatásra. Abszolút. Abszolút. Igen, ilyenkor mindig jön egy hős, jelen esetben Avró, 816, aki beírja, hogy a világ megérett a pusztulásra. Imádom. A legjobb. És amúgy tényleg. Amúgy igaza van. De amúgy meg nem. Tehát az lenne a lényeg, hogy ki lába jön ebből az ember, mert hogyha nem lába, aki akkor érett meg a pusztulásra. Szevasz, Pingvi, jó reggelt. Szóval, és nem egy ilyen Tomi mesét láttam már. Tehát ez én nem tudom. Tehát így valahogy így. De most őszintén, ez így rendben van? Rohadtul nem. Vagy amit múltkor említettetek a Thomas a gőzbozdonnyal kapcsolatban, hogy az volt a megoldás, hogy volt egy olyan vonat, akit nem szerettek, és befalaszták, és ott hagyták. Tehát, hogy... egyszerű problémákra egyszerű megoldások, én ezt értem. Tehát a praktikum ugye mindenek előtt, de hát azért akkor is. Érted? Hát... De millió egy ilyet mondhatunk, és még régebbi mesékkel kapcsolatban is. Hát ott volt például a fősvény Dagobert bácsi. Volt ilyen Metal Grimm, volt ilyen a Thomasban. Igen. Ott van a fősvény Dagobert bácsi, akit nem érdekelnek annyira a szerettei, hanem csak az, hogy egyre több fityinge legyen a bankba. Tehát, érted? Nem is értem. Attól függetlenül meg én emlékszem arra, hogy én szerettem a Dagobert bácsit. Tehát én néztem, mert jó volt. Mert jó volt, de hát ugye erre nem gondolt senki, hogy valójában ez tulajdonképpen erről szól. Bár mondjuk a szülőknek lehet, hogy feltűnt. Na várjál, volt egy kiváltott TO, szerintem azt ne engedjük elpörögni. A kérdés az, hogy kiváltotta ki, és hogy kit szeretne TO-zni. Osiris Project váltotta ki, és ki legyen az, Osiris Project... Senki, csak volt a
volt a pontom. Ja, hogy senkit nem akarsz téhozni, csak kiváltottad. Tehát ezt fölfoghatjuk egyfajta indokolatlan pontköltésnek is akár. Én szerettem a kacsameséket, csak megszakítottam. Miért szakít? De tényleg miért szakították meg azért a kacsameséket? Volt annak valami különösebb oka? Volt vasárnaponként ez a milyen rosszabb volt? Ez a valami matiné, valami Disney matiné, nem tudom. Nem tudom, hogy hívták ezt? Gőzöm nincsen. Ja, a pazarol Metagrim. Igen, a Balú kapitány, szerintem az is rendben, az legalább aranyos volt. Igen, Kölyök klub, meg TV matiné, igen, ezek voltak. Igen. És ott ment, emlékszem, a Dagobert bácsi. Na mindegy, szóval tényleg ki fog derülni, hogy roppant konzervatív vagyok. Én a kisvakondra esküszöm. Tehát azzal nem tudsz hibázni. Azok az együgyű figurákkal. Ami viszont érdekes még, hogy szerintem valamilyen szinten a felnőtteknek is szüksége van mesére, és alapvetően, hogyha így belegondolok, akkor én nagyon szeretem a thrillereket, a horrorokat, a misztikus filmeket, azokat nagyon, és ezek a belegondoltok, akkor összességében véve vehetjük úgy, hogy ezek mesék, csak felnőtt korosztálynak. Most estem be, de a meséknek van való valóság alapja, Piroska és a farkas ma nem aktuális, de a télen farkast látsz, nem feltétlen a barátod. A gyerekek kegyetlenek, még nincs meg az erkölcsi korlát, simán befalazzák a mozdonyod. Kockásfülű nyúl, kisvakond, rumcájsz és Tau bácsi. A Tau bácsit nem ismerem. De a kockásfülű nyúl is rendben van, igen. Az is egy viszonylag együgyű jószág, csinálja a kis dolgait, és elkövet mindent annak érdekében, hogy a mese végül pozitívan jöjjön ki. Generációs élmény a kacsamesék megszakítása? De miért? Ja, várjál. Tényleg, nem az volt, amikor valami politikai szituáció volt, és megszakították a kacsameséket? Amikor meghalt az akkori köztársasági elnök, ugye? Az akkor volt. Ezt jó gondolom? Akkor volt valamilyen szituáció. Milánka Twitch, köszi. Igen, Antal József, igen. Emlékszem rá. Hát igen, az a nagy dráma lehetett, az biztos. Én nem tudom, hogy néztem akkor, erről nincsenek emlékeim. Gőzöm nincsen. Hát a fene se tudja. Nem tudom. Na szóval visszatérve a felnőtt mesékre, szerintem erre is szükség van, mert jó tud azért az lenni. Mondjuk nyilván más okból nézi ezeket az ember, a fene se tudja, de Falu kapitány. Kéne egy ilyet csinálni Magyarországon. Múltkor mentem a buszon és néztem, mert már buszon is vannak ilyen hát tévék tulajdonképpen, itt Pécsen. Tehát ugye a busz az lerohad, meg ugye a fake bovden elszáll, de azért tévé van a buszon, hogy legyen mit nézni. Most mindent reklámoznak rajta. Aikido szakkörtől elkezdve, amit akarsz, minden van. És ott láttam ezt az Én kis falum, vagy micsoda? Nem tudom. De szerintem lenne táptalaja. Lenne táptalaja ennek, amit itt említesz, tehát a Falu kapitánynak. El tudom képzelni, hogy egy hős érted, mit tudom én, délután pálinkát főz, vagy reggel fölkel és kolbászt tölt erőnek erejével, tehát a Falu kapitány, érted? Beindítja a kapálógépet, hirtelen elromlik, akkor meg kell azt hegeszteni. Mit? De én ezt el tudom képzelni. Abszolút. Falu kapitány. Egyesített hatalmukból összeérintik a kezük ügyébe kerülő kerti szerszámokat, érted, és akkor megszületik Falu kapitány. A bolygó kapitánya, vagy nem tudom. Van olyan, talán a legjobb öt misztikus film, amit mindenki nézzen meg. Hát én nem adok házi feladatot, gépa, hogy most azt meg kell nézned. De misztikus filmnél, ami úgy eszembe jut, és nagyon-nagyon szerettem... Hű, na várjál, rá kell keressek. Mindjárt rákeresek, mert abból tudom. Várjál. Hát annyi mindent besorolnak misztikus filmnek, hogy ez valami őrület. Más világ, az például nagyon jó volt. Vagy akár...
Na, az viszont nagyon érdekes egy film volt. Ez egy sci-fi volt, ami tulajdonképpen egy szobába játszódik, az őslakó. Azt nem tudom, hogy láttátok-e, de az is egy érdekes koncepció. Hát nem tudom. Nem tudom, ezeket tudnám így hirtelen így. A Donnie Darko még egy nagyon érdekes film volt, azt is nagyon szerettem. Nem tudom, érdekesek ezek, Álmos Hölgy legendája, az is természetesen. Egy csomó skifit látok amúgy így ide keveredve ezek közé, amik nem feltétlenül mondanám őket így misztikus filmnek. Na mindegy. Ja, úgyhogy van egy rakatta. Az Őslakó remek film? Hát nekem is tetszett. Őslakó, aki már sok ezer éve él közöttünk, és ő is, azt hiszem az, igen. Igen, nagyon régen láttam még. Egy könnyed nyári napon sikerült megnézni, amikor skifiket kerestem. Na. Igen, és a falu kapitányában Mónika nyírná a füvet. Az biztos. Nem tudom, láttam ezeket a Mónikás videókat az utóbbi idő. Ezt ne tessék félreérteni, Léci. Tehát tudjátok, nem a Pokrivcsák Mónika, hanem aki a talkshow-t vezette, és nem olyan Mónikás videókra gondolok, jó? Tehát még mielőtt esetleg valaki itt azonnal fölháborodik, vagy mit tudom én. Tehát ezeket a Mónikás videókat, amit a lányával csinál, nektek erről mi a véleményetek? Tényleg csak így megkérdezném. Nézzek, és csak beírja, hogy hintén. Hülye vagy. Tudjátok? Nem láttátok? YouTube-ra rakja föl folyamatosan. A Mónika, igen. Szerintem slime kritikán aluli. Aha. Hát betörtek a YouTube bizniszbe, igen, határozottan. Láttam egyet. Többet már nem láttál, igen. Igen, erre én is gondoltam, Avró, hogy ez roppant kínos lesz egy idő után. Igen, én láttam, hamburgert készítettek, meg minden, hát. Whisky Rob, figyelj, semmiről nem maradtál le, és szeretnélek arra bátorítani, hogy semmi esetre se végezzék kutatómunkát az ügyből kifolyólag, tehát ne keressél rá, nem éri meg. Igen? Dancsó csinált róluk videót? Ajaj. Nem tudom, én azt el tudom mondani, hogy a saját gyerekemmel ilyet biztos, hogy nem csinálnék. Tehát az hódzier. Tehát ez 1000%. Tehát, hogy ennek nem tenném ki. Tehát az, hogy saját magam boldoguljak, bele se menjünk. Szóval nem, valahogy nem. Tudjátok, hogy kiket nem említettem még a mesék kérdéskörben? Pepa Malacot, akik hát igazából egyszerűen csak devilek. Hát, és nem csak azért, mert fülükből jön ki az orruk, hanem hát így, na, összességében véve. Pepa Malacról még akartam beszélni, mert nemrégiben láttam Pepa Malacos mesét. Az még inkább jobb. Tehát az még inkább a vállalható kategória, de nem tudom. Tehát, hogy így... Pepa Malac, hát... Az a baj, hogy amikor meglátom, akkor így hirtelen így... Hát, na, hogy mondjam... Elkap valami görcs, és nem ereszt. A fiamnak engedélye sem. Csak simán idegesítő a Pepa Malac. Abszolút. De az a baj, hogy imádják, érted? A gyerekek imádják. Na mondjuk a Happy Tree Friends, igen, az megint nem különösebben gyerkőcöknek való mese, de emlékszem, azokat még úgy terjesztettük egymás között, hogy itt CD-n volt kiírva. És böngészőbe lehetett elindítani. Azt hiszem. Vagy ez nem akkor? Nem tudom. Nem tudom, már nem emlékszem rá. Szimplán nagyon régen volt a dolog.
nem tudom mi az, de pont tegnap volt a szószparkban ilyen, nem tudtam, hogy létező malacot vontak be az alkotásba. Igen, Pepa malac. Az tegnap volt a szószparkban, nem néztem. Nem néztem, mert rémrendes családra sikerült elaludni már megint. Pepa malacnál úgy érzem, fegyvert ragadnék, pedig pacifista vagyok. Igen, igen. Igen, valami ilyesmi. Valami ilyesmi. Louis élete nagyon klassz mese, tanulságosan nagyon vicces. Igen, az mondjuk abszolút. Igen? Ez történt, refri. A Happy Tree Friends meg mi infrás telefonokkal küldözgettük egymásnak. Rommá butított 3GP fájlokban? Lehet. Lehet, de mi azon nagyon-nagyon okat rajogtunk, az iszonyatosan jó volt. Azt hiszem, hogy tángimnazista voltam abban az időben. Most az infórámon nézték a srácok pont kedden, megkértem őket, hogy ne nézzenek Happy Tree Friends-et, erre meglepődtek, hogy honnan ismerem én ezt, mintha világi újdonság lenne, nem 100 000 éves. Ja, hát újszülöttnek minden vicc, új, ez teljesen nyilvánvaló. Na igen, a Teletubbies. Ez egy határozottan jó felvetés, Rappördek. Hát a Teletubbies-t én még a mai napig nem értem, és ezt valaki mondja már meg nekem, könyörgöm, hogy a fejükön minek van az a fogó? Az a kallantyú, vagy az akármi. Tehát az a milyen célt szolgál? Ezt valaki fejtse már nekem ki bővebben. Szeretnék egy picikét több lenni. Tehát így értelmileg, ha lehet. Mert ez szerintem hozzávezetne... Hát inkább úgy mondom, hogy elősegíteni mentális fejlődésemet, ez biztos. Ez egy antenna? Infraantenna? Nem hiszem, hogy infraantenna, de hogy antenna? És akkor mihez kapcsolódnak? Tehát így a globális tudathoz, vagy micsoda? Valószínűleg azon fogják a wifi-t antenna hasukon lévő tévéhez, az fogja a jelet a hasba. Milyen jó hangzik ez, nem? Az fogja a jelet a hasba. Teletubbies agressziót vált ki belőlem? Na várjál, erről eszembe jut egy videó amúgy. Na figyeljetek, várjál. Nem ez az, várjál, keresem, mert nagyon jó. Meg kell, hogy találjam nektek, mert valami iszonyat. Nem ez az? Várjál. Ez talán? Nem ez az? Nem. De meg fogom nektek találni, mert iszonyat jó. Talán ez lenne az? Nem ez az? De figyeljetek, meg kell, hogy keressem, ne haragudjatok, mert muszáj ezt látnotok. Várjál, szerintem én ezt még egy másik... Várjál, fiókot váltok, és szerintem ez el van nekem mentve. Méghozzá kedvelt videóként, most kapaszkodjál. Várjál, Teletubbies, hol van? Teletubbies, kedvencek, az lesz az, tuti fix, hogy itt lesz. Ezeknek meg kéne lennie, ha minden igaz. Teletubbies. Lehet, hogy ez már törölt videó. Nem tudom. Fene se tudja. Hát, banyek. Hűha! Jézus Isten! Tudjátok, mi jut eszembe róla? Megmondom nektek. Van egy együttes,
Kicsit halk. Ha, ezen nem újjék. Na, álljon meg a NASZ, mert azért levelre gondoltam, hogy ez ilyen hirtelen váltás lesz. Van egy együttes, akiket nagyon szeretek. Nem mondom azt, hogy tényleg nagy rajongójuk vagyok, de ilyen szempontból határozottan egy nagy kedvenc, akik tulajdonképpen különböző állatoknak vannak beöltözve. Ezt meg kell mutassam. Attack of the Mad X-Men. Szóval ez nem tudom, hogy valaki hallotta-e már, vagy látott-e ilyet, de ezt most megnézzük. Ezt mindenképpen meg kell, hogy nézzük. Egy csiga a dobos. Okay. És egy teknős az énekes. Nézek, hogy vedeli a sört ez a csiga a háttérbe. De várjál, nem akarunk egy komplett koncertet megnézni. És nézek, a vókus mennyire jó már ott jobb oldalt. Még foga is van, meg minden. A méhe az meg nagyon, nagyon keményben van. Hát egy komplett fauna, egy elképesztő élővilág. Úristen, a bagolynak milyen feje van, most nézem. Hát is van a pirotechnikai elemek. Konkrétan nem tudom, hajlamos vagyok azt gondolni, hogy minden egyes nóta ugyanolyan. A szöveget amúgy se értem, tehát ezt felejtsd el. Én se szeretem Hummers, de aggódja. De azért fölkaptam a fejem, amikor először megláttam őket. Várj, lesz-e még valami nagy történés itt. Nem tudom, el tudom képzelni a rajongókat, hogy vajon nekik feltűnik, hogyha mondjuk kétszer ugyanazt a nótát adják elő? Jaj, Higgs, hát nem mondjál ilyet. Ő a teknős. Édes is. Na jó, oké. Azt hiszem, hogy ez egy méltó befejezés volt itt, ez a néhány másodperc. Jó, figyeljetek, én gondoltam, ezt megmutatom azért nektek, hogy ma is tanuljatok valami hasznosat. Attack of the Mad X-Men, Avro. Attack of the Mad X-Men. Tehát tulajdonképpen az őrült baltás támadása. Tehát valami ilyesmi. Hát nem tudom. Nem tudom, de örülök neki, hogy tetszett nektek. Próbáltam hát örömteli perceket belecsempészni ebbe az adásba. Ha sokat hallgatsz ilyet, akkor megérted a szöveget, de akkor már késő. Lehetséges. Én valahogy sose szerettem ezt a műfajtát, ezt a nagyon hörgőset. Az még oké, hogyha egy jó nótában, egy bizonyos résznél, amikor éppen az a célja az előadónak, hogy leszakadjon a fejed, belecsempésznek egy-egy ilyet, az még azt mondom, hogy oké. És az Offertnél például, vagy akár a Dream Theaternél lehet ilyet tapasztalni, de hát azok nagyon míves muzsikák, az biztos, úgyhogy érdemes hallgatni ezeket is. Hogy tetszik az új PUBG pálya? Hát ezt pont az adás elején elemeztük ki egy picikét, hogy mi a helyzet, de hát ez van. Tanz mit lébe? Léba? Na,
Szóval azt hiszem, hogy kiveséztünk mindent Pepa Malacostól, meg Tomasz a gőzmozdonyostól, meg meséstől, meg ilyesmi, de ha van hozzászólásotok ez az egész témához, akkor mondjátok nyugodtan. Információ morzsák a következők. Délután 18 óra 30-tól, ami már majdnem estébe hajlik, elképzelhető, hogy GTA lesz, de az is lehet, hogy Tarkov, de bármi lehetséges. Mi? Na várjál, Loli, te ráérsz ma? Tényleg? Na mi van? Várjál, álljunk meg egy szóra. Ha te ma ráérsz, akkor bármi mehetne. Mehetne egy kis PUBG akár, végül is. Jó reggelt, szám van. Mert az is már régen volt. Vasárnap. Tényleg? És de most ez biztos? Ez biztos, Loli, most már? Vagy ez majd még eldől? Tehát lebegteted ezt az információt, és majd ugye 5-ig dolgozok, edzek, azt mehet? Na várjál, tehát 6-ra otthon vagy, nagyon jó. Hát figyelj, tök jó. Akkor valamit összeütünk. Összetesszük, amink van. Na? Márhogy... Nyilván nem úgy. Összeállunk, mint a lovak hidegbe, aztán pörög valami. Figyelj, én a kódba is benne vagyok, mert az tetszett nagyon. A tiringet még mindig nem sikerült megoldani, hogy rohadjon meg, pedig ma reggel is azt néztem, tényleg, ma reggel is azt néztem, hogy hogy tudnám azt elhárítani, de nem, kipróbáltam már szinte minden beállítást, borzalmas. Jaj, Loli, meddig szeretnél te moderátor lenni, de tényleg, most őszintén. Szóval, jó, neked akkor jó, nagyszerű, örülök neki, szuper. Na, szóval, nem tudom, Moncsira ráírtam ma, hogy mi újság az emotikonokkal, természetesen úgy, hogy nem akarlak sürgetni, de mi a helyzet? Egyáltalán nem sürgetem, tehát félreértés ne essék, de titeket is próbálnálak meg arra kapacitálni, hogyha streamel Moncsi, akkor azért kérdezgessétek tőle nyugodtan, jó, hogy mi újság az emotikonokkal. Úgyhogy ezek ma jönnek hamarosan, már irtozatosan várom. Nem kéne magas labdát adni, én ezt értem, de ha még nem is magas a labda, akkor is lecsapja, az a baj. Nem sürgetlek, ráér egy perc múlva is. Igen, ezt ismerjük. Na, figyeljetek, 18.30-tól jövök majd vissza. Vigyázzatok magatokra addig is, és hát valami lesz. Az is lehet, hogy GTA. De várjál, hogyha Loli van, akkor lehet, hogy valami más funkja. Nem tudom. Valami lesz, jó? Ezt meg tudom ígérni nektek. Tegnap streamed, de követőnek kell lenni ahhoz, hogy sürgessem. Ja, értem. Hát, biztos, hogy vannak köztetek olyanok, akik követik. Na. Jó, vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb, 18 óra 30-tól, és valami fog pörögni, ezt tudom megígérni. Valami lesz, jó? Valami biztosan. Nem, Cactus Mark, nem, Stardew Valley biztos, hogy nem lesz, Fortnite sem lesz, amennyiben nem váltja ki senki pontból, de hát meglehetősen távol vagytok még attól, hogy ezt ki tudjátok váltani, hála a magasságos égnek. Jók legyetek és vigyázzatok magatokra. Ha esetleg van téma ötletetek, hogy miről beszélgethetnénk itt a reggeli beszélgetés során, akkor azt küldjétek be Discordon a megfelelő helyre. Tudjátok, hogy hol van a neve talkshow témák. Ez a topik az. Jók legyetek. Köszi szépen nagyon a nézést, köszi a szubokat, és köszi legfőképpen az, hogy itt voltatok. Este 18 óra 30-tól találkozunk, addig pedig vigyázzatok magatokra, további szép napot, szevasztok!